Az érsekkertben tartott sajtótájékoztatót dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő. A téma az ott található játszótér fejlesztésének terve volt. A politikus szerint a beruházásra a top plusz forrásokból lehetne megfelelő pénzügyi fedezetet biztosítani. Ez a játszótér így ebben a formában nem maradhat. Nem mondom, hogy szégyene meg ennek, mert ilyet nem mondunk, de ami megvalósulhat, arra viszont büszkék lehetünk majd. Tehát azt gondolom, hogy ennek a játszótérnek meg kell újulnia. Mégpedig minden játék elemében meg kell, hogy újuljon, igazodva a műemléki védett környezethez. A politikus nem csak a játszótéri elemek megújítását szorgalmazza, hanem egy olyan komplex szolgáltatóépület megépítését, amelyben modern mosdók, pelenkázó helyiségek, emellett különböző szolgáltatások kapnának helyet. Ehhez egy vagyonvédelmi rendszer kiépítését is szükségesnek tartja. A beruházás mintegy 6-800 millió forintba kerülne. Hogy a közgyűlés tárgyalja a módosító javaslatot, az a következő augusztus 25-i ülésen derül ki.